Hónapok óta nem esett jelentős mennyiségű csapadék Heves megyében sem, komoly aszál sújtja a szántóföldeket. A kalászos növények is megsínylették a csapadék hiányt, a búzának kevesebb, mint a fele lett a terméshozama, csupán 2-3 tonna termet hektáronként a tavalyi 6,7 tonnához képest. Kukoricából és búzából sem lesz jó a termés. Szentrei László, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei elnöke a keddi aratási koordinációs ülésen katasztrofálisnak nevezte a helyzetet. A gazdálkodók több mint 22 000 hektáron jelentettek be a szájkárt. Én ilyet még nem láttam, megmondom őszintén, mióta az agráriumban vagyok, mert általában úgy szokott lenni, hogyha télen kevés a csapadék, és megsínylik mondjuk az őszi kalászosok, akkor még a tavaszi kapás növények ki szokták kompenzálni. De az, hogy már lassan egy éve nem esett megfelelő mennyiségű csapadék, ez Heves megyére is rányomta a bélyegét. Katasztrofális a helyzet, mint ahogy említettem, nem csak a növénytermesztésben, hanem az állattenyésztésben is. Az állattenyésztőknek ugye meg kell venni az emelkedett árú takarmányt, meg kell venni a magas input anyagárakból előállított alkatrészt, műtrágyát, a növénytermesztőknek, az állattenyésztőknek a takarmánykiegészítőket, a gépekbe az alkatrészeket, és nem elég, hogy ezeknek az árai többszörösére fölemelkedtek, hanem még itt a magas árak is rányomják a bélyegüket az aszály miatt a terményre. És eljutottunk oda, hogy tömegtakarmány pedig minimális keletkezett a megyében. Ez a minimális, ez nem lesz elég az állattenyésztésnek, hogy a téli igényét ki tudja elégíteni. A tenyész állatok kiteleltetéséről, takarmányozásáról is tárgyalásokat folytat a NAK és a MAGOSZ. A tervek szerint a Dunántúlról szereznének be takarmányt, ugyanis ott több eső esett, jobb lett a termés. A növénytermesztő gazdáknál természetesen káreseményként be lehet jelenteni a hatóság felé. Tehát amint itt az Aratási Koordinációs Bizottság ülésen is elhangzott, tehát a kormányhivatal felé mindenféleképpen tegyék meg a bejelentést, ők 15 napon belül kimennek, leellenőrzik a parcellákat, megnézik, hogy mekkora kár érte azt a parcellát. Ha és amennyiben azt a parcellát le akarják silózni esetleg, mert már az őszi kalászosok betakarítása véget ért Heves megyében sajnos, akkor arra kérek mindenkit, hogy egy mintaparcellát, egy mintacsíkot hagyjon a parcellán belül, ahol a hatóságok ezt az ellenőrzést meg tudják tenni. Szendrei László hangsúlyozta, most összefogásra van szükség a gazdák, a kamara és a hatóságok részéről. Az Agrárminisztériumhoz fordulnak segítségért. Sajnos ez a háború is igen-igen közbeszól a termelésünknek, hisz az árak, az üzemanyagárak az egekben vannak hosszú távon. Tudjuk, hogy nem tartható az üzemanyag ára, ez a októberben lejár, ez a 480 forintos ársapka. Ezen kívül ugye még itt lesznek az őszi munkálatok a talajnál, de talajra egyszerűen rá sem tudunk menni, hisz olyan kemény, mint hogyha sziklát művelnénk meg. De mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy a gazdálkodóink megmaradjanak, talpon maradjanak, és hát imádkozunk minden nap azért, hogy az eső essen. Arról is szólt, hogy a terméshozam jóval az átlag alatt marad idén megyénkben. A kellő mennyiségű étkezési búza viszont már a magtárakban van. 2 és 3 tonnás termés átlagok voltak az őszi kalászosokból gyakorlatilag hektárra vetítve. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi 6,5 tonnához képest ezt mindenki nagyon jól látja, hogy a fele, vagy kevesebb, mint a fele, ami a tavalyi évben itt Heves megyében a gazdálkodóink elértek. Tehát hatalmas kiesés, árbevétel kiesés lesz, és ez a minősége is, bár a beltartalma ragyogó, de maga a szem keménysége, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon megnehezíti a feldolgozásnak a lehetőségeit. Tehát azt mondom, hogy a minősége is inkább a rossz minőségű felé hajlik, annak ellenére, hogy mondom, hogy a beltartalma mutatói nem tartoznak a rosszak közé, de feltárás szempontjából viszont nagyon rosszul lehet ezeket a szemeket most föltárni. És mintegy 22.340 hektárra adták be ez idáig a termelőink a kárenyhítési igényt a hatóság felé. Arra kérek mindenkit, hogyha mód és lehetőség van rá, mindenki tegye meg ezt a bejelentést.
a hatóságok rendszeresen és szakadatlanul dolgoznak azért, hogy támogassák gyakorlatilag az agrárium szereplőit. Kukoricából is már több mint 3000 hektárra, napraforgóból egy 2000 hektárra adták be itt Heves megyébe a kárenyhítés igényt. A jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatban elmondta, nincs összefüggés a rendszer működése és a kevés eső között. Az utóbbi időben a működtetők több fenyegetést is kaptak. Heves megyében is működik a jégkármérséklő rendszer, és nagyon sok fals információ hangzik el, és egy picit rendbe szeretném tenni ezt a dolgot. A jégkármérséklő rendszer a kutatások szerint sem befolyásolja semmilyen mértékben a felhőnek a képződését és a csapadékhullásnak a lehetőségét. Tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sem pozitív, sem negatív hatást nem tud gyakorolni azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy hol és mennyi eső esen. Ez sajnos, hogyha kitekintünk a környező országokban, akkor látjuk, hogy nem csak nálunk áll fönn ez az aszályhelyzet, hanem globálisan egész Európát sújtja, de mondhatom, hogy ez a globális fölmelegedés, ez világ probléma. Tehát, és annak ellenére, hogy ez a jégkármérséklő rendszer 3 évvel ezelőtt is működött, akkor pedig az volt a baj, hogy túl sok csapadék hullik le, tehát, és arra sem voltunk sem pozitív, sem negatív hatással. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy az éveink, ha nem is ilyenek, de hasonlóak lesznek a felmelegedéstől, és itt a fajta nemesítő kutatókat kell fokozott presszió alá helyezni, hogy gyakorlatilag azokat a növényi fajtákat, kultúrákat próbálják meg kifejleszteni, amelyek megmaradnak ezen a vidéken, és nagyon jól tűrik ezt az oszályt és a szárazságot. A felmelegedés miatt a megoldást az öntözőrendszerek kialakításában látja.